Illés Tamás az éjjel Szekszárd képviselője az egyik közösségi oldalon írt Szekszárd cégeinek helyzetéről. A vagyonkezelő KFT-nél 105 milliós veszteséget lát a felügyelőbizottság elnökeként, holott állítása szerint 2001 és 2004 között a cég még összesen 180 millió forint osztalék befizetésével segítette a városi közfeladatok ellátását. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője azt mondja, a 105 millió forintos veszteség valójában 25 millió, a többit könyvelés technikai módszerekkel sikerült előállítani az Éjjel-Szekszárdnak, a 2002 és 2004 között működő MSZP és liberális városvezetés ingatlan eladási gyakorlatát pedig egyenesen szégyennek nevezte. Vérlázító, hogy az Illés Tamás erre hivatkozik. 2002 és 2004 között a város fölölte a vagyonát. Tehát a vagyonkezelő Kft. Eladta az ingatlanokat olyan szinten, hogy 2700 lakásból 320 maradt, az városközponti üzleteket eladta, garázsokat eladta, tehát gyakorlatilag több milliárd vagyont úgymond fölélt, értékesített, és ebből csak 180 millió forint jutott a költségvetésbe. Ez szerintem szégyen, és erre nem kell büszkének lenni, csak lehet sokan nem emlékeznek. Beszéljünk az igazságról. Máté Péter elmondta, hogy a Fidesz 2006-os választási győzelme után állították le a vagyonkezelő cégnél az ingatlan eladásokat, addigra viszont rengeteg városközponti értékes üzlet is kikerült az önkormányzat kezéből nyomott áron. Volt olyan étterem, amit az eladása előtt még fel is újítottak. Szekszárd ezután kezdett a városi vagyon gyarapításába, peres eljárásokon keresztül megvásárolták a korábbi garai éttermet, és még több értékes belvárosi ingatlant, valamint a vagyonkezelő saját eszközeiből megvette a mai garai élménypince épületét is, amit pályázatból felújítottak. 2006-tól mostanáig több mint 13 milliárd forinttal nőtt a város eszközállománya, amiben az ingatlanok is benne vannak, a teljes vagyonnövekedés pedig a 20 milliárdot is meghaladja. A vagyonkezelő által üzemeltetett piaccal kapcsolatban Illés Tamás posztjában felmerült, hogy őstermelői piacként rendszeresebben ne csak szerdán és szombaton legyen nyitva. Máté Péter azt mondja, ha az ÉSZ képviselője, aki egyébként a cég felügyelőbizottságának az elnöke is, nem csak kampány idején járna a piacra, tudhatná, hogy a piacnap és a piaci nyitvatartás nem ugyanaz. A termelőknek lehetőségük van más napokon is árulni, ő például minden reggel ott vásárol helyi élelmiszereket. Illés Tamás arról is ír, hogy a vagyonkezelőnél több kétséges végkimenetelű per van folyamatban, ezek miatt akár több százmillió forintos kártérítési kötelezettség is sújthatja a céget. Máté Péter Fidesz frakcióvezető elmondása szerint ezek a szekszári távhőszolgáltató létrehozásához köthetők, ami miatt több per van folyamatban a korábbi szolgáltató Alfanova Kft.-vel, ezeket eddig mindet megnyerte a város. Ráutaló mondatok vannak, hogy hűtlen kezelés volt, rosszul vezették a várost, ehhez képest jobban elkezdenek dolgozni. Tehát itt a lehetőség, véget ért a rendkívüli jogrend, és az következik, hogy dolgozzanak előremutatóan, és reméljük, hogy ugyanannyi gyarapodást hoznak a városnak, mint mi, a város érdekében tegyenek mindent, és ne a szakértőket, átvilágítást, mindennek az előzményét keressék, próbálják meg dolgozni és bemutatni, hogy mit tudnak. Illés Tamás írása szerint a felügyelőbizottság a 2019-es beszámolót nem fogadta el, és saját hatáskörében független külső szakértő bevonásával átvilágítás megrendeléséről döntött. A Fidesz frakció vezetője ezzel kapcsolatban csak annyit mondott, reméli, hogy az átvilágítást végző cég valóban független lesz, és megversenyeztetik a lehetséges jelölteket, nem pedig pályáztatás nélkül választanak, ahogy tették azt a vagyonkezelő cég ügyvezetői állásának betöltés, mert becslések szerint egy ilyen átvilágítás költsége az 5 millió forintot is elérheti.